Megvannak a papírjaim! Nagyi, mi a helyzet? Elvesztette a tablettáit? Milyen tablettákat? Ó, ez rosszabb! Nagyi, mondd már! Igen, álmodtam az éjjel, a szívem majd kiugrott. A szomszédaim látták, hogy hova temettem el az örökségedet. Megvárták, amíg elmegyek, lopátot ragadtak és kiásták. Oj, egy csomó pénz van ott. Az egészet nektek, ostobáknak akartam hagyni. Akkor miért nem tette a bankba? Betettem a bankba. Elástam a ház mögötti vécé alá, de azok a szomszédok pokolian okosak. Elképesztő. Okosak. Egy bika szaladgálna a kertbe, szájkosár nélkül kimenne oda. Ez csak egy álom, Nagyi, ne idegeskedj. Igen, különben elveszíted a memóriádat. És kimenne be egy latrina alá a bankban lévő pénzért. Barátaim, írjátok meg az Instagramra, hogy mennyi pénzt temetett el a nagymamánk. Adjatok egy lájkot és megtaláljátok a kincset. Ne felejtsetek el feliratkozni. Gyerünk, Nagyi, pihenjen egy kicsit, ez az egész csak egy buta álom. Igen, éjszaka mindig beszélsz a tinktúra után. Arra gondolsz, amire én? Mennyi fika kell egy házhoz? A természet adta nekem. Nem, én az örökségről beszélek. Gyorsabb meg kell szerezni. Azt hittem, csak akkor kapsz örökséget, ha meghal egy rokon. Ezt fogod tenni a Nagyival? Nem, nem már. Nagymama öreg, nem ma, de holnap. És akkor... Nem, a nagymama elfelejti, hogy az unokái vagyunk, és másnak adja majd. El kell mennünk a faluba és kiásni. És mégis mivel megyünk? Hetente egyszer volt vonat, de azt is törölték. Te is arra gondolsz, amire én? Nem, hadd gondolkodjak én. Kell egy autó. Igen, megyek és lopok a szomszédtól, remek ötlet. Igen, de elég nehéz. Mi lenne, ha megkérdeznénk a Ryan Stacy-t? Helikopterrel repül és egy autó nem jelent neki semmit. Igen, és te a világ legönzetlenebb emberét választottad. A Ryan Stacy egy cápa, majd én beavatom. Legalább sikerült. Szóval, mikor lesz a nagy utazás? Hé, mit kerestek itt? Mit gondoltál, apám csak úgy vesz nekem egy autót 14 évesen? Egy kis agykontrollt kellett volna alkalmaznom, szóval benne vagyok. Szuper, rendben, mennünk kell. Oké, várj, ki vezet? Személyes sofőrről kellett gondoskodnod, nem tudod visszafizetni. Ó, George egyszer azzal henceget, hogy úgy vezet, mint egy barom. Schumacher? Kíváncsi vagyok, mennyiért csinálná. Nem tudom, nektek lúzereknek mindig van valami dolgotok. Ha mész, akkor belekeveredsz valamibe. Gyerünk, George, kérlek, nincs más. Téged is elfogadunk az örökség részeként. Az ilyen emberekből sosem lesznek milliárdosok. De barátok, igen. Jól van. Ha ez így van, akkor Anna részét is el kell vennünk. És miért? Mert ő is velünk jön. Mert Anna a nővérem, és gondoskodó tesó vagyok. Gyerekkorunk óta mindent megosztunk. Hűha, úgy érzem, a kaland elkezdődött. Adjatok egy percet, hölgyeim, felmelegítem ezt a szörnyeteget. Igen. Ha
Gyerünk, menjünk! Elegem van ebből a színjátékból! Szóval a szellővel, ahogy mondtam. Most. Már egy ideje nem gyakoroltam. Jöhetek én is? Mit felejtettél el? Elfelejtetted, hogy ő a barátom, nélküle kell mennem? Rossz, majdnem rokonok vagyunk, szóval én is beszállok. Most majd máskor. Nem fájt, egy kis szellőre vágytam. Megfázhattunk volna. Ennyi, megyek okos Júlia után. Hé! Gyakorlatilag rokonok vagyunk, őt is be kéne vennünk. Rendben? Hú, utazás! Ó, rossz, ez nagyszerű! Igen, de úgy néz ki, hogy 2 évet kell gyakorolnunk a faluban. És nekem kényelmes szállást ígértek. A francban mit csináljunk? Miért vagy ideges? Csak meg kell tanulnod vezetni. Rossz képes rá. Adj nekünk pár órát és megtanítom. Okos, te egy univerzális tanár vagy. Ha Mary Johnson elfárad, elmehetsz helyette tanítani. Gyerünk, ne avatkozzunk bele a folyamatba. Jöhetek én is? Térítés ellenében. Rossz, itt vagyunk. Stacy! Nem vagyok kövér! Én azt hittem, hogy az ölembe ülsz. Az kizárt. Majd az én ölembe ülsz. Inkább a csomagtartóban leszek. Stacy, én nem gondoltam, hogy ilyen kövér vagy. Stacy, kényelmesen érzed magad? Behúzzam a hasam. Legyen. Júlia, én előre ülök. Ugyan segíthetek rossznak nélkülem, nem tudja megcsinálni. Veled sem boldogul, pedig te vagy a legvékonyabb. Tulajdonképpen én kaptam a kocsit, ami azt jelenti, hogy én ülök elől. Nélkülem az apától csak az övet kaptad volna. Talán, ha nem veszekednétek, vezetednék én. Nem. Akkor sorsoljuk ki, ki ülhet a csomagtartóban. Azt hiszem, van egy kedvezőbb megoldás. Választás egyértelmű volt. Rendben, rossz, készen állsz? Gyerünk, indulás! Szokolov százados, közlekedési felügyelő. Hol a sofőr? A sofőr? Mi? Elment. Ó, Istenem! Mindenki szálljon ki a kocsiból!
Csak ennyi? A csomagtartót nem ellenőrizte. Mi? Hol test a csomagtartóban? Tudtam. Tudtam, hogy bűnöző banda vagytok. Figyelmeztettek minket, hogy aranyos gyerekeknek álcáztátok magatokat. Állj, ne mozduljatok! Erősítést! Erősítést! Oh. George! Elszundítottam. Ki tettél már meg megint? Találtam itt egy kis ketchupot. Most még finomabb a chips. Gyerünk! Azt mondják, nem keresnek eleget a közszolgálatban, olyan kövér. Nem hagyhatnánk így. Emlékszik az arcunkra. Hazavisszük, te pedig sötételen adj neki bájtat. Miért jelentkeztem erre az egészre? A francba jön valaki. Börtönbe kerülünk. Miért említetted a csomagtartót? Ti öltétek meg a rendőrt? Mi van? Mit csináltatok? Börtönbe akartok kerülni? Ő egy hatósági személy, gyerekek! Nem, Nagyi, ne menjünk börtönbe! Még olyan fiatal vagyok! Nagyi, ments meg minket! Igen, segítsen igen, nekünk, mit csináljunk? Segítsen! Most már gyerekeket csinálnak, de nagymama nélkül nem tudnak dönteni. Na, vigyétek be! Már láttalak titeket valahol. Így áll! Ne beszélj! Kit láttál? A kerekeim elé estél. Még jó, hogy a gyerekeim ott voltak a játszótéren, a homokozóban. Segítettek eltakarítani az útból. Különben elütöttelek volna. Így áll! Na, gyerünk! Így áll! Szóval álmodtam? Persze, hogy álmodtál. Te, kedvesem, olyanokat meséltél álmodban, ó! Szígyed magad! Ne mondd ezt el másnak! Mit mondtam? Ne a gyerekek előtt! Na, még mindig hisznek a tündérmeségben! Ne csinálj itt jelenetet! Tessék, vedd el a kalapodat! És ne vétkezz többet! Akkor én mentem. Menj! Emlékezz a szavamra! Nincs több bűn, értem. Na, miféle számok ezek? Na, mi lesz a következő alkalom, amikor a nagymamának ki kell húzni a csávából? Hova indultatok? Gyerekek! Az örökségért! Amit a latrina alá temetett. Nem lehet az! Az örökség! Igen, emlékszem, nincs örökség! Elköltöttem! Dubajba mentem, mászkáltam a, hogy is hívják on a brass töltésen. Ó, az magasan van, és milyen drága, 7 nap alatt elköltöttem az összes örökségem. Ne menj oda, jobb Türkmenisztánban. Nem, Oroszországban, ott is voltam már. És mi? Na mi van veletek? Elnézést, a Nagyi is élni akar. Megmutatom, hol süt a legszebben a nap. Ahogy akarjátok. Akkor nézzétek meg a képeken az új telefonomon! Ha már képeket nézünk, posztold az Instagramon, melyik országba szeretnél eljutni.
adj egy lájkot, és eljutsz oda. Jelentkezz, és az álmok valóra válnak. Készen álltok a képek megtekintésére? Igen. Igen. Egy bika van a kertben is. Attól tartok, hogy mindjárt... Hehehehe